Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közel 30 beteg az idősek otthonában. A fenntartó nem, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adott tájékoztatást a kialakult helyzetről. Bonyhádon is kötelező a maszkviselés. A szabályok betartását kéri a városvezetés. Veszélyes köd, fokozott óvatosságra inti a sofőröket a rendőrség. Se színház, se mozi, se kiállítások. Elmaradnak a következő egy hónap eseményei. Közel 30-an fertőződtek meg koronavírussal a tolnai idősek otthonában. 21 lakó és 8 dolgozó tesztje lett pozitív. Az intézmény fenntartója egy társulás, aminek az elnöke az éjjel Szekszárdot képviselő Faragó Zsolt. Tőle szerdán hiába próbáltunk információt megtudni az otthonban kialakult helyzetről, nem válaszolt a levelünkre. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordultunk, akik részletes tájékoztatást adtak stábunknak. Faragó Zsolt végül a már bemutatott riportunk után csütörtökön reggel küldött egy válaszlevelet televíziónknak. Szerdán számoltunk be arról, hogy a tolnai idősek otthona lakói és az ott dolgozók közül többen koronavírussal fertőzöttek meg. Ezt akkor az intézményt működtető Szekszárdi Szociális Központ vezetője is elismerte. Rottenbacher Ádám azt mondta, csak annyit közölhet, hogy a betegeket kiemelték a közösségből, a Balassi János kórházba szállították őket. Az igazgató ezt követően Faragó Zsolthoz, a Szekszárd és környéke szociális alapszolgáltatási és szakosított ellátási társulás elnökéhez irányított minket. Faragó Zsolt az éjjel Szekszárd önkormányzati képviselője is egyben, az általa vezetett társulás pedig a tolnai idősek otthonának fenntartója. Faragó Zsoltot e-mailben kerestük meg még szerdán, szerettük volna tőle megtudni, hányan fertőzöttek meg a társuláshoz tartozó intézményekben, hányan vannak közülük kórházban, és hogy mennyi tesztet végeztek el. Faragó Zsolt viszont adásunkig nem válaszolt a megkeresésünkre. Ezért a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordultunk, végül ők írták meg, hogy 21 lakó és 8 dolgozó kapta el a vírust az idősek otthonában. Az NNK válaszából kiderül, hogy az időseket kórházba szállították, mert az intézményben nem volt megoldható az elkülönítésük, a dolgozók pedig házi karanténba kerültek. Közben csütörtökön Faragó Zsolt is küldött egy válasz e-mailt a szerdai megkeresésünkre. Ebben bár már tudható volt, nem árult el pontosan, hányan betegedtek meg. Azt írta, szerinte időben meghoztak minden fontos döntést. Arra viszont nem tért ki, hogy kerülhetett akkor a vírus az idősek otthonába. 3927 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 126790 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 87 beteg, így az elhunytak száma 2784 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma meghaladja 94 ezret. 6426 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 486-an vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 1593 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. A járványügyi szabályok betartására hívta fel a figyelmet Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere. A Völgységi Város polgármestere úgy döntött, a törvényi szabályoknak megfelelően közterületeken is kötelezővé teszik a maszkviselést. A városban bezárták a kulturális intézményeket, és nem szervezik meg a hagyományos adventi vásárt, és a városi szilveszteri rendezvényt sem. Már a kormányzat a polgármesterek kezébe adta a helyi döntések meghozatalának felelősségét. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere azt mondta, minden döntés előkészítésében továbbra is kikéri a bizottságok véleményét. A kormányzati intézkedések vonatkoznak Bonyhádra is, ennek megfelelően alkotta meg a polgármester a helyi szabályzást. Egy olyan döntést hoztam, amely lehet, hogy a lakosságnak egy részének nem tetszik és szigorúnak tartja, hogy a város valamennyi közterületén és nyilvános helyén kötelező mától a maszk használata. De ezt a döntésemet természetesen előtte megkonzultáltam olyan személyekkel, akiknek a véleményére adok. Hatósági emberekről is beszélek, itt rendőrkapitány úrral, vagy akár tisztifőorvosasszonyra gondolok. A szigorítás nem terjed ki a kormányzati szabályzásnak megfelelően Bonyhád 10 közparkjára. Filóné Ferenc Ibolya elmondta, minden előre tervezett rendezvényről lemondanak idén, mert fontosabbnak tartják az emberek védelmét minden másnál. A polgármester arra kérte a lakosságot, minden tőle telhetőt tegyen meg a védekezés érdekében. Arra kérek mindenkit, hogy ezt tegye meg, tegye felelősségteljesen, vigyázzon mindenki magára és másokra is,
Én bízom az összefogás erejében. Az emberek többsége rendelkezett a szükséges munkáltatói igazolással, ez derült ki a rendőrök este 8 óra és hajnali 5 óra közötti ellenőrzéseiből, mondta a kijárási tilalommal kapcsolatban Kis Róbert, rendőralezredes, az ügyeleti központ helyettese. A rendőrök 273 emberrel szemben intézkedtek, több tucat esetben figyelmeztettek, 123-szor helyszíni bírságot szabtak ki, 74 esetben feljelentést tettek. Kutyát sétáltatni a lakóhelytől számított 500 méteren belül lehet. A rendőrök 5 személlyel szemben intézkedtek az éjszaka, mert megsértették ezt a szabályt. Tilos a csoportosulás is. A rendőrség adatai szerint ezt 8-an szekték meg. Az Országos Kereskedelmi Szövetség felmérése szerint eddig zökkenőmentesen sikerült az üzletek átállása a 19 órás zárásra. A vásárlók elfogadták az új nyitvatartási rendet, és már az első napon alkalmazkodtak ehhez. Az üzletek vezetői arra számítanak, hogy az elkövetkezendő időszakban élénkebb lesz a 19 óra előtti időszak a boltokban. A járványveszély miatt az OKS azt javasolja, aki teheti, elsősorban az idősebb korúak korábban vásároljanak. Mint írják, nem szabad az utolsó pillanatra hagyni a vásárlást, egyes üzletek 15-20 perccel a 19 órás záróra előtt is korlátozhatják a belépést. Eltérő, hogy milyen járványügyi intézkedésekről döntenek a vállalatok a koronavírus járvány megfékezése érdekében. A jog szerint a munkáltató alapvető kötelezettsége az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása. Amennyiben a munkahelyen megjelenik egy koronavírussal fertőzött személy, úgy ez kockázatot jelent, amivel a munkáltatónak foglalkoznia kell. Sok cégvezető a dolgozók testhőjét méri le be- és kilépéskor, kötelező maszkhasználatot ír elő a gyár egész területén, mások kisebb létszámú műszakok létrehozásával biztosítják a megfelelő védőtávolságot a munkavállalók között. A munkajogász azt mondja, adminisztratív munkaköröknél ilyenkor a munkáltató elrendelhet otthoni munkavégzést, de korlátozhatja a dolgozók munkavégzésének helyét a vállalaton belül. Továbbá fokozott fertőtlenítésről, takarításról dönthet ilyenkor a vezetés. A cég dolgozóinak tesztelése és vagy karanténba küldése azonban nem elterjedt céges gyakorlat Magyarországon. A munkáltató nem köteles ezeket megtenni, mondja Szűcs László, munkajogász. Ez a munkáltatónak a döntése, hogy a megbetegedett munkavállalóval közvetlenül kapcsolatba került egyéb munkavállalókat ő hazaküldi-e vagy nem. Természetesen vannak olyan gyakorlatok, tehát olyan vállalati gyakorlatok, ahol ilyenkor az adott műszakot hazaküldik. Ez nagyban függ attól, hogy a munkavállalók mennyire dolgoznak egymáshoz közel, és milyen típusú munkát végeznek. Meghosszabbították a diákhiteles moratóriumot 2021. június 30-áig. Ez az intézkedés 114 ezer ügyfélre vonatkozik. A diákhitelek törlesztési kötelezettségének felfüggesztése január 1-én automatikusan meghosszabbodik, ahhoz külön nyilatkozatot az ügyfeleknek nem kell tenniük. A meghosszabbított moratórium lejártáig a Diákhitelközpont a fennálló tartozásokra nem számol fel késedelmi kamatot, illetve nem mond fel nem teljesítő hitelszerződéseket. Sok baleset történik ködös, esős időben. Nagyobb odafigyelést igényel ilyenkor a vezetés, különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon. Ezért ködlámpa használatát és a látási és az időjárási körülményeknek megfelelő sebességválasztást javasolja a rendőrség. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, ködös időben a megengedett sebesség felső határa is eltúlzott lehet. Az őszi, ködös párás időben való közlekedés nagyobb odafigyelést igényel, ugyanis ez az időjárás a legrosszabb vezetési körülmények szempontjából. A köd különösen a lakott területen kívüli útszakaszokon lehet veszélyes, ahol a párarétek olykor átláthatatlan, és a sofőr nem tudhatja, hogy milyen akadályok jelenhetnek meg előtte, és a közvilágítás sem segíti a haladást. Az autósok is úgy gondolják, hogy ködös időben a legrosszabb az utakon közlekedni, azonban igyekeznek a látási körülményekhez igazodni. Utálom. Gyűlölöm. Nem érdekel az eső, nem érdekel a hó, de ködben gyűlölök vezetni. Nem lehet haladni.
A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondja, az autósoknak oda kell figyelni arra, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, sokkal óvatosabban, mint a nyári időszakban. Illetve fontos a követési távolság betartása. Ebben az időszakban, főleg akinek a téli gumi még nincsen felszerelve az autójára, megnövekedhet a fékút, és egy nagyobb fékezés esetén az előttünk haladóba könnyen beleszaladhatunk. Ennek eredménye volt a hétvégén az, hogy a történt közlekedési balesetek nagy százaléka a követési távolságban nem tartása miatt következett be. A párás ködös időben, amennyiben az autó ködlámpával felszerelt, mindenképp használjuk azt, ugyanis ez segít, hogy jobban lássunk az utakon, és minket is könnyebben láthatnak a velünk szemben közlekedők, mondja a szóvivő. Fontos továbbá az őszi-téli átállás idején, főleg a ködös időjárásban, hogy a sebességünket megfelelő módon válasszuk meg. Attól függetlenül, hogy egy adott útszakaszra 90 vagy 50 vagy 70 km/órás megengedett sebesség engedi a közlekedést, ennek ellenére úgy közlekedjünk olyan sebességgel, amivel meg tudunk állni egy esetleges hirtelen veszélyhelyzet esetén. A közlekedés során számolni kell az úttesten gyalogos, kerékpáros vagy lassú jármű közlekedésére, meghibásodott jármű megjelenésére, amelyek észlelése a ködben ugyancsak jelentősen korlátozódnak. Ha pedig kiszállunk az autóból, lakott területen kívüli útszakaszon mindig vegyük fel a fény visszaverő mellényt, mely észlelhetőségünket és ezáltal biztonságunkat sokszorosára növelheti. Áramkimaradások miatt volt szükség a sióagárdi fák megmetszésére, mondta az áramszolgáltató cég szóvivője. A jövőre vonatkozólag viszont már dűlőre jutott Sióagárd polgármestere és az áramszolgáltató cég. A pandémiás helyzet után közös bejárást tartanak majd, hogy a legjobb megoldást találják meg. Ez a látkép fogadja a Sióagárdra érkezőket. Néhány nappal ezelőtt az egyik áramszolgáltató cég brutális módon metszette meg a település fáit, mert a növények már akkorára nőttek, hogy veszélyeztették a település áramellátását. Sióagárdon rendszeres áramszünetet okoztak a vezetékek közé nőtt fenyőágak, így a visszatérő áramszünetek megelőzése érdekében ezeket le kellett gajazni. Így az áramszünetek nem fognak ismétlődni, de hosszú távon olyan megoldásra lenne szükség, hogy a biztonsági és lehetőleg az esztétikai szempontok is teljesülhessenek. A polgármester elmondta, hogy elsősorban nem az esztétikai állapot zavarja a legjobban, hanem hogy akár balesetveszélyes is lehet. Egy fenyőnek például magasan a földfelszínhez közel vannak a gyökerei, így az aránytalan súlyelosztás miatt egy nagyobb szél könnyen kifordíthatja az eső által fellazított földből. Éppen ezért Gerő Attila polgármester javaslattal fordult a szolgáltató céghez. Olyan fák vagy növények bemutatása, ami ugye elfér még a közterületen, és az ő áramszolgáltatásukat sem zavarná. Ez lehet akár egy nagyobb léptékű program is, amivel meg tudnánk mutatni azt, hogy szép legyen a település, de viszont az ilyen veszélyeket se hordozza magába, hogy leszakítja az ő vezetéküket. Az áramszolgáltató cég nyitott volt az ötletre, és ők is úgy gondolják, hogy hosszú távon az a megoldás, ha olyan fákat ültetnek a közterekre, amik nem veszélyeztetik majd az áramellátást. Ezért megállapodtak, hogy a pandémiás helyzet után közös bejárást tartanak, ahol egyesével döntenek majd a kérdéses fák sorsáról és az újak telepítéséről. A november 11-én életbe lépett kormányrendelet értelmében bezárt a Babits Mihály Kulturális Központ is, így a megszervezett események december 11-éig biztosan elmaradnak. Az új koncepció szerint viszont, amit csak tudnak, felköltöztetnek az online térbe. November 11-től a kormány nem csak az éttermeket és a vendéglátóhelyeket záratta be, hanem a kulturális intézményeket, kiállítótereket és mozikat is. Így a Babits Mihály Kulturális Központban is elmaradnak a következő egy hónapra tervezett események. A Kulturális Központ munkatársai minden nap azon dolgoznak, hogy az elmaradt előadásoknak, koncerteknek új időpontot találjanak. Addig pedig igyekeznek jelen lenni a mindennapi életben. Összegeztük, megnéztük a programjainkat, és szépen visszük őket, amit természetesen lehet az online térbe. November végén például lett volna egy kiállítás megnyitónk, hogyha kezdhetem ezzel. Ugye Baki Péter, ő a Művészetek Házának volt az igazgatója, és hát egy ilyen életmű kiállítás lett volna, ugye a 70. születésnapja apropóján.
ott is igazából az online térbe költöztetjük az egész kiállítást. Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője bízik benne, hogy hamarosan, személyesen is megtekinthetik az érdeklődők a kiállítást. Az intézmény idén 50 éves, amire szintén nagy ünnepséggel készültek, de a korlátozások miatt ez is elmarad, illetve átalakul és átkerül az online térbe. Én azt gondolom, hogy a közönség miatt is mindent meg kell tennünk azért, hogy a közönséget kiszolgáljuk. Tehát a közművelődés, a kultúra, a szórakozás, a szórakoztatás ezen formája az egy pici fényt visz az embereknek az életébe, és ezeket nekünk fényt kell vinni az életbe. Tehát nekünk szórakoztatni kell a közönséget, mert azért most nehéz, rettentően nehéz. Gödrey Zoltán azt mondja, most ezen a felületen lehet jelen lenni, szerepelni, és nem akarják cserben hagyni nézőiket. A Kulturális Központ folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket a közösségi médiában és az intézmény honlapján a változásokról, valamint a hamarosan jelentkező online tartalmakról. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Hamarosan épülhet a kikötő, 2 milliárd forint plusz forrás érkezik Mohácsra. Csökken a turisták és családlátogatók száma, kevesebb az utas nemzetközi szinten is. Óvintézkedések a temetéseken, karanténból is lehet szertartást intézni Pécsen. Hamarosan megépülhet az új kikötő Mohácson. A közel 5 milliárd forintos beruházást most további 2 milliárd forinttal támogatja a kormány, tájékoztatta stábunkat a város polgármestere Pavkovics Gábor. Elmondta, hogy a megnövekedett építési árak miatt volt szükség plusz forrásra, a tervek szerint január 1-én már megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. 2,8 milliárd forint plusz forrás érkezik Mohácsra az új kikötő építésére. Orbán Viktor miniszterelnök nemrég írta alá az erről szóló kormányhatározatot. A beruházás keretében partfal és útépítési munkálatokat, valamint közműépítést végeznek, továbbá a térvilágítási hálózat is kiépül. Korábban elmondtam, hogy nyertünk körülbelül 5 milliárd forint forrást erre a beruházásra, de az építési költségek annyira megemelkedtek, és a közbeszerzési eljárás során egy olyan vállalkozói szerződést tudtunk csak kötni, ami lényegesen magasabb költségekkel valósíthatja meg ezt a beruházást, és ezért fordulunk a kormányzathoz. A kikötő mellett földszintes épületeket is kialakítanak majd. A 247 négyzetméteres üzemviteli épületben porta, három iroda, egy vezetői iroda, egy tárgyaló, egy irattár és egy ügyfélváró kap helyet. Továbbá egy 787 négyzetméteres raktárcsarnok is létesül. Hamarosan indulhat is az építkezés. Kivitelezésre érvényes szerződésünk van, érvényes a közbeszerzési eljárás. Az eszközök beszerzése vonatkozásában még nem zártuk le az eljárásokat. Várhatólag hónapokon belül ezt is le tudjuk zárni, és akkor január 1-én el tudjuk kezdeni az érdemi munkát. A kormány célja, hogy Mohács egy logisztikai központ legyen a jövőben, melynek fontos eleme a kikötő. A Dunaparti városban egyébként jelenleg is üzemel kikötő, mely mintegy 500 ezer tonnás éves forgalmat tesz lehetővé. Ezzel a fejlesztéssel az ország egyik legjelentősebb vízi közlekedési csomópontja lehet a város. A koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások óta a nemzetközi személyszállítással foglalkozó cégek azt tapasztalják, hogy a turisták és családlátogatók száma csökkent jelentősen. Az egyik pécsi cég betegápolókat, egészségügyi dolgozókat szállít főként Németországba, de sportszervezeteket is támogat szállítással. A járványhelyzet miatt nekik is kevesebb utasuk van. A nemzetközi személyszállítással foglalkozó cégeket is érintik a bevezetett korlátozások. A biztonsági előírásokat betartva a kis buszokon 9 helyett 5 fő utazhat csak, a maszk használat pedig kötelező minden járaton. Az egyik pécsi cég, mely az egész Nyugat-Dunántúlt lefedi, heti 5-ször indít rendszeres járatokat Magyarországról. 4 év alatt összesen több mint 17 ezer utast szállítottak Ausztriába, Németországba és Svájcba. Nézzük ugye, hogy milyen engedélyek szükségesek, mindent megteszünk ezzel kapcsolatban. Annyi, hogy nagyon sok betegápolót és kórházi személyzetet is szállítunk,
Folyamatosan kontaktban vagyunk a partner cégeinkkel, akinek a dolgozóit szállítjuk, és ők is nagyon nagy segítséget nyújtanak abban a tekintetben, hogyha valami komolyabb szigorítás is jön, akkor az egészségügy által valami külön engedményezést kapjon a cégünk, hogy folyamatosan tudjuk a betegápolókat, a kórházi asszisztenseket, illetve az ápolókat hordani. A nehéz helyzet ellenére a cégtől nem áll messze a jótékonyság sem. A kezdetek óta folyamatosan, ahogy fejlődtünk, a kapacitásunk úgy bővült, úgy tudtunk egyre több segítséget nyújtani. Szinte havi szinten mindig találunk valami szervezetet vagy embert, akinek segítséget tudunk nyújtani. A nemzetközi személyszállítással foglalkozó cég applikációt is kifejlesztett az egyszerű helyfoglalás érdekében. A korlátozásokról, szabályváltozásokról pedig folyamatosan tájékoztatják ügyfeleiket. Korlátozzák a gyászolók számát a temetkezéseken a járványügyi szigorítások részeként mostantól. A pécsi köztemetőben még a ravatalozókban megjelenők számát is maximalizálták. A szájmaszk használata kötelező a szertartásokon és az ügyfélszolgálaton, de kérik a személyes megjelenés kerülését. Aki karanténból intézni halott hozzátartozója temetését megteheti, elektronikus úton kapja meg a kitöltendő papírokat, sőt, prospektust is, hogy választani tudjon a koporsok közül. Ezek még a halottak napján készült felvételek a pécsi köztemetőben. Akkor több ezren látogattak ki a szeretteik sírjához. A járvány miatti szigorítások érintik a temetéseket is. Azokon 50 fő vehet részt. A temető Pécset a ravatalozók rendjét is külön szabályozza. A nagyobbakban 10, a kisebbekben 5 gyászoló jelenhet meg. Nagyon szépen kérjük, hogy a 10, illetve 5 fő fölötti és a 50 fő közötti látogatók, hozzátartozók, akik eljönnek a temetési megemlékezésre, ők az épületen kívül várakozzanak, onnan figyeljék magát a szertartást is. Szájmaszkot kell viselniük a temetésen a gyászolóknak, enélkül nem kezdődik el a szertartás. A temetéseket megelőző ügyintézésnél az elektronikus utak használatát kérik, személyes megjelenésnél 2 rokonra korlátozzák a létszámot. Karanténból is lehet temetést intézni. Aki hatósági vagy házi karanténban van, nem jöhet személyesen ügyintézni, megkezdheti az elektromosan ügyintézni a temetőpécs@temetőpecs.hu-ra, vagy a telefonszámainkon bejelentkezve kezdeményezheti az elektromos ügyintézést. Ezt mindaddig, amíg a karantén le nem jár, addig csak az elektromos ügyintézés áll lehető rendelkezésre. A dokumentumokat elküldik elektronikusan, valamint prospektusokat, például a koporsókról, amik közül tud választani az ügyfél. A halottvizsgálati bizonyítványt és a személyigazolványt eredetiben kérik a hatóságok. Ezeket el kell juttatni a karanténból intézkedő hozzátartozónak is. Ha ebben nem tud neki segíteni senki, akkor a pécsi köztemető munkatársai külön díjért kimennek a dokumentumokért. És végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Közel 30 beteg az idősek otthonában. A fenntartó nem, a Nemzeti Népegészségügyi Központ adott tájékoztatást a kialakult helyzetről. Bonyhádon is kötelező a maszkviselés. A szabályok betartását kéri a városvezetés. Veszélyesköd, fokozott óvatosságra inti a sofőröket a rendőrség. Se színház, se mozi, se kiállítások. Elmaradnak a következő egy hónap eseményei. Pénteken is borult marad az ég, tartós köd csak kevés helyen valószínű. Szitálás bárhol, bármikor lehet. A hőmérséklet 7 fok közelében alakul. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!